Azért a konferenciának a célja egyik szempontból felismerni és emlékezni az, ahogy a múltban voltak dolgok. Egy mélyebb megértés arról, hogy mi a ok és az okozat ebben a világban, amiben mi vagyunk. És nem csak a világban, nem igazából, hogyha használok inkább egy absztraktabb vagy filozófiai kifejezést, hogy a valóságnak mi az ok és az okoz. Így kezdődik a én előadásom. Amikor fenntarthatóságról beszélünk, mi az első dolog, amiről nekünk kellene beszélnünk? Beszéljünk a környezetről, a társadalmi szükségekről, vagy a gazdaságról. Mi szempontunkból nem, ez nem a fő dolog. Mi az első dolog, ami fenntarthatóság igényel, az, hogy beszéljünk értékről, értékekről. Ez se egy új dolog, mert amikor fenntarthatóságról van szó, úgy, mint most az ez előtti előadás, akkor rögtön feljöttek értékkérdések. És akkor ez az első dolog, ami jön, hogy mi az az érték, amit mi fogadunk el a mi életünkbe, és ami aztán vezeti, hogy hogy viselkedünk, hogy élünk ebben a világban. Szóval én fogom használni ezt a kifejezést, holisztikus fenntarthatóság, ami függ azon, hogy van fenntartható érték. Mert nem mindegyik érték fenntartható. Szükséges olyan értéket elfogadni, amit mi tudunk és vagyunk hajlandó is fenntartani. Értékek változnak. Erről nekünk volt példa. Ugye történelemben voltak olyan dolgok, amik a múltban törvény ellen voltak, mostan elfogadhatók, mostan a törvény támogatták. Voltak olyan dolgok, amik törvény támogatott, és most ellen van. Csak egy példa, volt egy időben, 100 évben, amikor mondjuk homoszexualitás illegális volt, mostan ez egy közösen elfogadható dolog. Most nem az, hogy ez jó vagy rosszról van szó, hanem arról van szó, hogy változnak értékek. Kérdés az, hogy értékek mind fűnek. Mi az, ami a